a csupasz színre, a kopott fekete deszkákra, halvány kék szőnyeget tuszkol, táncol. Igen, halvány kék szőnyeget táncol be, lényegében könnyedén. Jól lehet, a borzalmak párnája is a halványkék öngyöleg, valamint már is a holdfény keskeny sávja. Kis, jegeces csapás a csúcsra, vagy csupán a hajnal hasadása. A hajnalé, amikor hajnalt már nem reméltünk többé. Az út, dűlő ország, a tao maga. Egyszer emlékszem, már majdnem sikerült szólnom egy ilyen szőnyegről. Majdnem sikerült írnom egy ilyen szőnyeget. Régi színes göncöket, halvány háló meg epe katona ingeket, seszínpöndölöket, bíbor palástokat tépdes hosszú csíkokba. Úgy ír, mondogatták. Rongyszőnyeget árult egy néni, hol laktunk a halpiacon. Tőle vásároltuk a csontszín családi ágy elé első szőnyegünket. Csak hamukék sávok voltak benne, meg a közepetáján egyetlen fekete, amit mi babonással mindig átugrottunk. Vittem a kávét, a teát a csontszín ágyba, s a fekete sávnál, leforrázva anyát, nagyot ugrottam. Így lett tánc az életünk. Azon a szőnyegen tanultál járni te is. Azt kívántam, ahogy államfők elé terítenek vérvörös szőnyeget. Egész eljövendő életedben az a néni teregessen eléd rongy szőnyeget. Legyen utad az emberek között a földön. Legyen puha, hamukék. És most lám felismertem Szüzelnénke kedvenc táncos nőt talpai alatt azt a végtelen kék szőnyeget, amit én téptem, írtam. Halványkék viola parázsol népked, és tapogató léptei tengernyi lepedővé hajtogatják szét. Tengernyi lepedővé, amilyenen Krisztus járt, térdig kobalt habokban. Goethe, mint mottunk mutatja, Krisztus vízenjárását par excellence festészeti tárnak tekintette. Én ismertem festőket, akik párába vesző kis adriai szigeteken egész életükben Krisztus vízenjárását pingálták. De csak most látom, valójában mégsem festészeti motívumról van szó, hanem valamiféle táncokon inneni, táncokon túli koreográfiáról. A vízibolha, a nyílt tengereket járó tengerjáró poloska és a viola gázoló madarak lépteiről, a szó szoros értelmében vett vízen járásról. Észrevette-e Magdaléna, míg mosta, törölgette lábát, hogy Krisztus talpai olyanok, mint amikor a gyerek pingáláskor kék festékbe lép, s mint összemászkálja a lakást, végig trappol az előszobán, felle a fehér létrán, felle, míg egyszer túl nem szalad a tetőn. És attól kezdve már nem látjuk. Nem látjuk, ahogy mászkál a mennybolton. Nem látjuk többé, mert kék a talpa. Észrevette-e valaki azokat az azúr talpakat a keresztfán?